Sziasztok, ez itt a Castlevania, a Nintendo-ra 1986-os japán játék, én pedig a 87-es amerikai kiadást fogom vinni. Az egész sorozat, legalábbis a nagy része, egy vámpírvadász családról szól, a Belmontékról, és ez a rész 1691-ben játszódik, ahol Simon Belmontnak kell legyőzni a Dracula grófot, és a történet szerintem így dióhéjban elég lesz, mert nem a sztori, nem a történet mesélés ennek a sorozatnak az erőssége, hanem a játékmenet. Szóval indítsuk is a játékot, láthatjátok, a Konami készítette, amikor még jó volt az a cég, és ott van a 87-es évszám. Egész jól néz ki a fő címképernyő ezzel a denevérrel. És hogyha sokáig nem indítjuk el a játékot, akkor ilyen demók kezdenek el bejátszódni. És akárki is vette föl ezt a demót, nem vitte túl profin a játékot. Remélem, nekem azért jobban fog menni. Na de indítsuk is. Abszolút klasszikus ez az intro. Agy úgy röbdösnek már a denevérek a kastély fölött. Beúszik néhány felhő is a hold elé, szóval a hangulat megvan. Na, először elmondom, hogy mi a fő fegyverünk, az nem más, mint egy ostor. Legalábbis most egyelőre még csak egy ilyen bőrszív van nálunk. Viszont nagyon gyorsan fölvehetünk ilyen fejlesztéseket. És látjátok, hogyha bőrszív van nálatok, akkor nagyon gyorsan fogja ezeket a fejlesztéseket dobni nektek a játék. Most már van nálunk egy eléggé erős ilyen láncos buzogány. Ez a Belmonték fő fegyvere. Vannak ilyen titkos helyek, ezek főleg csak pontokat adnak, szóval nem lesz nagyon fontos. És lépjünk is be a kastélyba. Nem lesz nagyon fontos, a pontok azok úgy működnek, hogy azt hiszem 30 ezer pontnál kaptok egy plusz életet, azután pedig minden 50 ezrediknél. Igen, ezt direkt megnéztem videó előtt, sosem tudtam. De hogyha először viszitek ezt a játékot, akkor szerintem nem muszáj, hogy erre figyeljetek. Na, az alap ellenfeleink most egyelőre még csak ilyen zombik. Jön néhány fekete leopárd is. Elég simán kiüthetjük őket. Néha még azelőtt, mielőtt el tudnának indulni. Na szóval igen, egy ostorfejlesztés az csak megerősíti az ütéseteket. Hogyha a másodikat fölveszitek, akkor hosszabb is lesz a láncos buzogányatok, és hatásosabb ezzel sokkal. Több ostorfejlesztést azt nem fogtok kapni. Se ebben a játékban, se a Castlevania 3-ban, ami szintén a Nintendo-ra jelent meg. Simon's Quest az máshogy lesz. Na, hogyha olyan kereszteket fölvesztek, akkor az összes képernyőn lévő ellenfél eltűnik. Néha hasznos tud lenni, hogyha egy kicsit kaotikusak a dolgok, és az egyetlen módja annak, hogy az életeteket föltöltsétek, az az, hogy találjatok ilyen rejtett csirkéket a falakban. Nem tudom, hogy hivatalosan az csirke, disznóhusi vagy akármi, pulyka. A lényeg, hogy hús és feltölti az életeteket. Simonnak kell ugye a sok protein, hogy megküzdjön ezzel a rengeteg sok ellenféllel. Egyébként kaptok másodlagos fegyvereket is. De előtte még megszerzem ezt a titkos helyet. 1000 csodálatos pont. A másodlagos fegyvereket a szívekkel használhatjátok. Most például van 59 szívem. És 5 elhasználásával megállíthatom az időt, mert most például ez a stopper óra van nálam. A legtöbb másodlagos fegyver az egyszerre csak egy
pénzt, mármint szívet fog elhasználni. Na, hogyha ezt a vázát fölveszitek, akkor egy időre sebezhetetlenek lesztek, de általában nem segít sokat, mert tényleg max. Ilyen 5 másodpercet ad. És van egy olyan dolog a játékban, hogy duplázó. Ami azt csinálja, hogy egyszerre 2 másodlagos fegyvert is eldobhattok. Mert különben egyszerre csak egy lövés lehet a képernyőd. És igen, sikerült a menő póz. Ilyenkor a pontszámlálásnál lefogy az idő, és szeretek éppen akkor csapni szájboddal, hogy pózoljon egyet. Na igen, ennek a végigjátszásnak az lesz az értelme, hogy megmutassam, hogy hogy lehet nagyon egyszerűen kivinni a játékot. Szóval látjátok, hogy ha új másodlagos fegyvert vesztek fel, akkor el is tűnik az a duplázó. Most egyszerre csak egy kereszt lehet a képernyőn. Na, de amiben belekezdtem az az, hogy már tartottam egy körülbelül 3 órás streamet, amiben csak az ostorral kivittem az egész játékot, úgy elég nehéz tud lenni néhány rész. Ment a jó kis szenvedés. Szóval a mostani végigjátszásnak tényleg pont az ellenkező lesz az értelme, hogy akár azoknak tudjak segíteni, akiknek bajuk van a játékkal. Én nem fogok leugrani oda a lovag mellé. De igen, a kereszt az egy rendkívül hasznos fegyver, mert a legtöbb ellenfelet odafele és visszafele is sebezni fogja. Aztán lesznek olyan ellenfelek, amik ki tudják védeni úgymond, és csak egyet fognak sebződni, de arról egy kicsit később majd. Na, duplázókat és triplázókat is egyébként kétféle módon szerezhettek. Az egyik mód az az, hogy a játék egyszerűen odaadja nektek néhány előre megszabott helyen. Itt nem tudok egyébként valami titkos kincset szerezni. Úgy emlékeztem, hogy itt volt valami. Na mindegy, abból nem megyek 100%-ra. Annyira nem számítanak a pontok. Szóval van néhány előre megszabott hely, ahol kapni fogtok ilyen duplázókat. Viszont hogyha eltaláltok ellenfeleket, hoppá, eltaláltok ellenfeleket, illetve gyertyákat a másodlagos fegyverrel, akkor 10 ilyen találat után ugyanígy kaptok egy ilyen fejlesztést, ami később eléggé jól fog jönni. És én szerintem most nem törődök azzal, hogy a tört felfejleszem, de a kereszt az már egy egész más tészta, szóval megmutatom, hogy a második boss-t is hogy lehet egész egyszerűen legyőzni, és most itt lecsalom egy kicsit ezt a pálya részt, ide föl damage boostolhattok, hogyha jól időzítve beleugrotok egy ilyen színusz függvényt író medúza fejbe. Ami igen, kitérve a játék ugrás mechanikáira, mechanikájára inkább. Sokan azt találják nehéznek a játékban, hogy nem lehet megváltoztatni az ugrásotok irányát, szóval ugorhattok egyenesen fölfele, jobbra-balra. De az irányon változtatni nem lehet, és kár volt fölvennem a stopper órát. Mert hogyha ezt használom, akkor egy kicsit unalmasabb lesz a boss. Egyébként igen, gondolhatjátok, hogy milyen egyszerű lehet már az, hogyha a stopper órát elhasználjátok a fő ellenfelekre, és meg se tudnak mozdulni. Hát ezzel kapcsolatban annyit kell csak mondani, hogy az első 2 boss az gyenge erre a stratégiára, szóval tényleg megállíthatjátok az időt. Viszont a harmadik pályától a fő ellenfeleket nem fogja érdekelni az, hogy megvan állítva az idő. Szép boldogan ugyanúgy tudnak mozogni és támadni. És itt jobb, hogyha googolunk egyet, mert különben elnyom minket a klopf plafon, ami
Igen, látjátok, hogy egy kicsit nagy a hitboxa. Szóval itt jobb lenne odafigyelnem egy kicsit. Na nézzük csak, most indulhatok akár, ugye? Igen. Remek. Ó, de ne vér az... Oké, elrepül fölöttünk, az nem okoz gondot. És látjátok, itt is mindig kapunk egy duplázót, csak mivel nincsen nálam most a kereszt, ezért ez most nem működik. Eléggé gyakori ellenfelek lesznek ezek a sárkánykoponyák. Igen, egyébként ellenfelek is dobhatnak néha másodlagos fegyvert. Jó tudni. Na szóval azok a sárkány koponyák előre jeleznek nektek, hogy mikor fognak lőni, mert elkezdenek így villogni pirosan, szóval van egy kis időtök reagálni. És nálam van a szentelt víz, ami egy eléggé erős fegyver, egyrészt azért, mert az ellenfelek nem tudnak mozogni, amíg alattuk szentelt víz ég. Igen, ez egy ilyen lángot hagy maga után. De szerintem én most megpróbálom szentelt víz nélkül legyőzni ezt a bosst, mert annyira talán nem nehéz. Viszont bemutatom, hogyha boss alá dobok szentelt vizet, akkor nem tud mozogni. És ennyi. Kb. Hogyha a kereszt van nálatok, az is elég egyszerű, mert egyetlen egy eldobott kereszt duplán fogja sebezni, és közben ostorozhatjátok is szegény medúza fejet. Ő volt a királynőjük. És igen, akár itt még az időt is leállíthattátok volna. Na, jönnek ezek az ugribugri ellenfelek. Itt az a legjobb, hogyha azonnal kiütitek őket, amint földet érnek. Ezek egyébként a púpos hátúok. Vagy majmoknak is lehet mondani véglis őket. Régen én is azt hittem rájuk, hogy azok. Jaj. És itt jönnek a nehéz részek. Legalábbis az első néhány nehéz rész, mert a madarak azok eléggé furcsán tudnak viselkedni itt a Castlevania játékokban. Jó! Szóval félig meddig követnek csak titeket. Viszont van egy jó dolog is velük kapcsolatban, mégpedig az, hogyha nektek szállnak, akkor egyszer megcsípnek titeket, de aztán eltűnnek. Olyanok, mint szegény méhecskék, hogy egyszer használják a fullánkjukat, és aztán annyi nekik. Ilyen kamikáze madarak ezek. Látjátok, hármat sebzett az egyik. De ez még bőven belefér. Na itt lesznek még érdekes részek további sárkány koponya ágyúkkal. Gyere! Jó. Hozzá kell szoknotok egyébként ezekhez a hullámzó medúza fej áradatokhoz, mert sokszor fognak jönni. Jól van, használom én a stopper órát. Néha így elszállnak a madrak, hogyha kicselezitek őket. És igen, egyébként ki lehet ütni a sárkányok tüzeit így. Jó időzítéssel. De akár azt is csinálhatjátok, hogy megállítjátok az időt. És megcsapjátok őket néhányszor. Tessék, csináljátok ezt. Igazából azért adja a játék a másodlagos fegyvereket, hogy használjátok.
És hogyha látni akarjátok, hogy hogy kell ilyen csalás, nem csalás, másodlagos fegyverek használata nélkül kivinni a játékot, akkor arra ott van a stream. Most direkt egy ilyen csízelős végigjátszást fogok csinálni. Aha, ezek csak kettőt lőnek. Nem tudom, hogy miért emlékeztem háromra. Jaj! Nem kéne ennyiszer sebződni. Gyere! Oj, de tökéletes! Látjátok, ilyen egy rendes varjú. Pontosan elém száll, és hagyja, hogy kiüssem. Jó! Kicsit trükkös volt. Látni egy szép tornyot a háttérben. Jól néz ki ez a játék viszonylag korai Nintendo-s játékhoz képest, és jó, azt kiszedtem. Itt egyébként van egy eléggé... nem kellett volna a kést fölvennem. Van itt egy eléggé furcsa titkos hely, azt hiszem így. Vagy googolni kell? Na mindegy, ott látjátok azt a platformot lent? Na sehogy se tudunk oda lejutni, de... valamiért van ott egy titkos hely, egy kincsel. Most viszont boss harc. Két múmia az ellenfelünk, akik megpróbálnak minket megdobálni WC papírokkal. Ez viszont minket nem igazán hat meg, mert ide föl tudunk jönni egy fenti platformra, és itt kávé sose fognak eltalálni. Néha azért eléggé közel jutnak hozzá. Szóval adott esetben ugorjatok egyet-egyet, hogy ne találjanak el. Egyébként van ennek egy másik módszere is. Jaj. De időm még van rengeteg, szóval nem fogom elsietni. Van ennek a harcnak egy másik módszere is. Lemehettek a múmiák mellé, üthetitek sokkal bátrabban őket. És aztán, hogyha sebződtök, és sebződni fogtok, hogyha leestek. Akkor ott van egy elrejtett fali hús. Á, most nem ment a póz. Na, majd a következő pályán talán. Ez is tetszik amúgy, hogy ilyen térképet mutat a játék arról, hogy mennyire haladunk tovább. Ó! Jobban esünk, mint a forint. Simon ettől még csak egy apróbb tért ficamlást se szenvedett el. Nagyon jól bírja. Na látjátok, ezért ne hagyjátok ki a lábnapot. Ez egyébként a kedvenc pálya részem az egész Castlevania 1-ből. Nagyon hangulatos. A zene is illik hozzá. És egyedi a helyszín. Szóval tetszik ez a víz alatti barlang itt. A cseppkövek is elég szépek szerintem, meg a csonthalmazok elég bajós latúak, és itt muszáj googolni, hogy ne essünk le. Jaj! Jó, megvárom, amíg visszajön ide az a platform. Addig is remélem, hogy senki nem fog engem lelökni innen. Igen, akárhányszor megsebződtök, így visszalöknek titeket az ellenfelek, és addig nem kapjátok vissza az irányítást Simon felett, amíg ő földet nem ér. És igen, hogyha egy szakadéknál vagytok, akkor ez azt jelenti, hogy azonnali halál kb., hogyha egy ellenfél sebez titeket. Ezekről az ugribugri ellenfelekről még azt kell tudni, hogy amikor a közeletekben vannak, akkor egyszer fognak ugrani egy magasat. És hogyha messze vannak... jaj, fölvettem a baltát. Kár. És hogyha messze vannak, akkor meg elkezdenek inkább hosszabbakat ugrani. Jó. Itt lesz egy Skelly Dragon. Viszont hogyha csak tartjátok a jobbra gombot, akkor
Így lecsolhatjátok egy kicsit. Néha ez a titok nyitja, csak tartsátok lenyomva a jobbra gombot. Talán a tűr az... Hát jobb lett volna, de most lemaradtam róla sajnos. Jó! Na így cselezhetitek ki ezt a Skelly Dragont. Átugrotok rajta. Innen kiszedhetitek. Hát másodlagos fegyver az itt nem sokat fog segíteni. Hogyha ide tudtok érni szentelt vízzel, akkor az a legjobb megoldás, és simán ki tudjátok szedni a bosst, hogy úgyhogy meg se tud mozdulni, de most az a baj, meg kell próbálkoznom a nehezebb módszerrel, mégpedig azzal, hogy egyszerűen csak megcsináljam. Egyébként Frankenstein lesz az ellenfelünk, és egy ilyen komornyik, egy inos, Igor. Frankenstein szörny lesz az ellenfelünk. Jó, legalább a Skelly Dragonon nem sebződtem. Igor az... Várjunk, csak leállítom a játékot, hogy ezt elmagyarázzam előre. Igor az össze-vissza ugrálni fog, és közben tűzgolyókat is lövöldöz ránk. És mi pedig csak Frankenstein szörnyét sebezhetjük. Szóval ez... És igen, Frankenstein szörnye az nem támad minket, viszont hogyha hozzáérünk, akkor sebződünk. És hát... nézzük, hogy megy. Jaj! Nem jó kezdés. Nem jó folytatás. Ó, legugoltam, de az sem volt elég rá. Na nem baj. Talán meg lesz ez így. Nézzük, megy-e másodjára. Ugyanez, igen. Na jó, nem. Ennyi. Nagy kár. Most még jobban kell vinnem, hogyha nem akarok még egy életet elveszteni. És igen, a Skelly Dragonok néha így jöhetnek fölfele is, szóval nem a leg megbízhatóbb stratégia az, hogy így átugráljatok rajtuk, de én így szoktam vinni. Próbálom megint sebezni egy párszor így az elején. Hopp! Ez az egyik legnehezebb boss egyébként, hogyha nincs jó másodlagos fegyveretek. És ez egy olyan boss, ami nagyon egyszerű. Mármint ami ez nagyon egyszerű úgy elérni, hogy nincs másodlagos fegyveretek. Lesznek olyan bosszok, amik sokkal nehezebbek, viszont a játék rendesebb előtte is ad nektek valami keresztet akár, vagy szentelt vizet. De ez nem az a boss. Az a legnehezebb, hogy nem igazán lehet kiszámítani, hogy mikor fog Igor nagyot ugrani, mikor fog kicsit ugrani. A lényeg, hogy ne legyetek kabzsik, és ne próbáljátok akkor ütni Frankensteint, amikor éppen egy tűz jön felétek. Ó, és még ment a póz is. Szuper jó. Egyelőre nem kaptam Game Overt, ami egész jó. Hát igen, egyébként Frankensteint megdobálni nagyon egyszerű, szentelt vízzel, csak álljatok föl a platformra. És meg lesz. Spameljétek azt a szentelt vizet. Ó, mert nem említettem meg. De hogyha egy szentelt vízzel megdobtok egy ellenfelet, akkor nem csak, hogy folyton sebződni fog, és nem tud mozogni, de még a hitboxa is eltűnik, szóval akár át is gyalogolhattok rajta. És ott a pálya elején láthattátok azt a stratégiát, hogy amint a közelembe érnek az ugribugrik,
rögtön elkezdenek így nagyot ugrani. Aztán már egy kicsit kiszámíthatatlanabbak lesznek újra szóval, használjátok ki a lehetőséget és... nem lesznek nagy gondok. Hey, de dobálod a csontjaidat. Szerencsére, amikor kiér a képernyőről egy-egy csont, akkor nem esik vissza. Ugye Nintendo logika. Hogyha valami nincs a képernyőn, akkor az már nem is létezik. Itt van egy titkos hely, amiről elfeledkeztem a streamed. Hogyha ott várakoztok egy ideig, vagy nem tudom, hogy muszáj-e a falnak gyalogolni. De az a lényeg, hogy kaphattok egy plusz életet. Megint kihasználom ezt a mechanikájukat így. Lesznek itt már vörös csontok is, láthatjátok, hogy nem tűnnek el, csak így szét omlanak. Aztán pár másodperc alatt összeszedik magukat sajnos. Nagyon menő ez a zene amúgy. Ezt már a streamben is elmondtam, hogy körülbelül csak azért nem adtam fel ezt a pályát, mert itt volt velem ez a zene. Nagyon fel tud hype-olni. Egyszerre kiszedett egy púpos hátút és egy lovagot. Ezek a lovagok nehezek lesznek. Viszont... kiüthetjük szerencsére a voltáikot. Az a tippem, hogy... spameljétek így az ostort, és... akkor ki tudjátok ütni akkor is a baltájukat, hogyha felfele dobja, és akkor is, ha lefele dobja. Ez egy kis nehezítés bennük, hogy több irányba is dobhatják a baltáikat, de... a Castlevania egyben így... az ostorral állva kiszedhetitek akármelyiket. Guggolva csak az alsót, és azt hiszem másodlagos fegyver is csak... nem, másodlagos fegyver pedig az alsó baltát nem szoktak írni, szóval látjátok, az ott egy felső balta volt, az is. És az egy alsó balta, de ugyanúgy kiüti a... az ostor. Egyébként trükkös ellenfelek ezek, mert mindig amikor... próbáljuk őket megközelíteni, akkor elkezdenek hátrálni. Amúgy jó kis laboratórium rész ez. Csomó kémcsövet látunk. Jó, úgy elégeti a szentelt víz. És kapunk egy triplázót, jaj de szuper. Szóval látjátok, egy szentelt víz, kettő, három. Egyébként, hogyha nem lenne duplázónk vagy triplázónk, akkor mindig meg kéne várni, hogy a... hogy az első szentelt víz tüze eltűnjön, és csak aztán dobhatnánk újra. Jó, az ott elkapja. Itt pedig... talán ez egy titkos hely? Aha. Kapunk 1000 rendkívül fincsi pontot. Ami azt jelenti, hogy visszaéled az ellenfél, igen. Ajánlom egyébként, hogy mindig amikor dobrátok egy baltát, ez arra a szituációra vonatkozik, hogyha csak ostorotok van, akkor amikor dobrátok egy baltát, akkor azt üssétek ki és ugorjatok felé. Mert ugrás közben is tudtok csapni egyet ostorról. Viszont hogyha a földön csapkodjátok az ostort, akkor le kell állni egy helyben sajnos. Jó. Megvannak a csontik. És szerintem én fölveszem a keresztet. A szentelt vízzel iszonyat egyszerű lenne ez a következő boss. Annyira iszonyat egyszerű, hogy én inkább nem is használom. Megmutatom inkább, hogy keresztel hogy lehet kivinni. Ehhez pedig... azt akarom, hogy szerezzek egy... jó kis fejlesztést.
Hoppá, micsoda trickshotokat lehet ezzel művelni. Szóval bemutatom, hogy tényleg miután 10 akármit ellenfelet, gyertyát kiütünk, kapunk ilyen fejlesztéseket. Ugye milyen remek? Szóval ezt így fel lehet használni, és az idő limit az még egész jól áll szerintem. Mindjárt jön a jó része a zenének. Komolyan meglepő, hogy Nintendón ilyen jókat tudtak csinálni. Na jó, mindjárt. Hát szerintem már akár folytathatom is. Ott van már, látjátok, a triplázó. Amit nem tudtam fölvenni, mert még a lovaggal küzdöttem. Hát ez van. És sebződtem is, de legalább bemutathatom, hogy ha sebződtök, akkor van elrejtve egy jó kis husi, ami csak egyszer jön. Ez azt jelenti, hogy ha most visszajönnék ide, akkor már nem jelenne meg másodjára. Látjátok, milyen sokat bírnak. Megy egyébként ez ostorral is, csak trükkösebb. Jaj! Jó, hogyha véletlenül másodlagos fegyver jött volna, akkor azt nem akartam volna felszedni. És mindjárt itt lesz a második lovag, úgy bizony. Látjátok, milyen egyszerű. Van 40 szívem, ami azt jelenti, hogy szerintem ez egy egész egyszerű harc lesz, hogyha nem rontok el valamit nagyon. A halálnak a kaszáit kell kiütögetni. Valahogy így. Ajaj! Jó, megvan, elsőre. Pózis megvan, oké, szóval látjátok, hogy a kereszt az azért is hasznos, főleg triplázóval, mert össze-vissza fognak szádosni a képernyőn, és hogyha jó irányba dobjátok, akkor kiszedik a halálkaszáit is. Egyébként, hogyha van nálatok szentelt víz, akkor adja a dolgotok, hogy oda a jobb felső platformra dobáltok belőle. És úgy még azelőtt egy helyben lefagyaszthatjátok a halált, mielőtt bármit tudna kezdeni veletek. És az úgy elég rossz. Az egy szörnyű stratégia. És megpróbálok átszaladni ezen a részen, mert újra találkozunk az első bosszal. Viszont most már egész családja eljött ide, szóval hogyha leállnék velük harcolni, akkor az eltartana egy ideig. Jó. Néhány viszonylag pontosabb ugrást véghez kell hajtanotok, de nem a legrosszabb. És itt is vagyunk egyébként már az utolsó pályán. Csontit szedjük ki. Egy, az majdnem eltalált. Itt lesz egy titkos hely, ami én régen úgy emlékeztem, hogy ad egy husit, de amikor streamben vittem, akkor nem várt rám ott semmi falicsirke. Szóval lehet, hogy most inkább ezt kihagyom. Jaj, át tudnak jönni az ellenfelek így elég egyszerűen a falakon is. Ugye milyen jó? Talán át tudok szaladni még ezen a részen. Nem! Ó, vissza ide! Ez az utolsó pálya rész már egyébként, szóval. Szóval nem lesz itt probléma. Max az fog még itt eldőlni, hogy megy-e game over nélkül a játék, vagy nem megy. Mondjuk az még jó lenne, hogyha te meg az előbb miért nem ugrottál át, és most miért?
Na, jól van. Brutkodtok itt nekem. Igen, néha marinén is ebbek tudnak lenni az ellenfelek, mint máskor. És a tűr az kb. Semmi jót nem tesz. Gyere ide föl. Oké. Mit rontottam el ott az előbb? Ez lenne a nagy kérdés. Meg kéne várnom itt, hogy átugorjon. Igen, meg kéne várnom. Jó, egy sebzés az még talán tűrhető. Megvan a maxos ostor és... Átszaladok ezen a részen? Átszaladjak? Igen, az lesz. Egyet még sebződhetek, és itt... Azonnal le kéne esnem, az a baj. Mert hogyha az ellenfél talál el, akkor... Akkor az lesz a vége, hogy a szakadékba zuhadok. Aj, csak elkap. Pedig hogyha ez a rész menne sebződés nélkül, akkor már átrohanhatnék amott is. Jó, újra kezdem. Azért elég jó, hogy game over nélkül eljutottam az utolsó pályáig. Úgyse az volt a célom, hogy teljesen profin menjen. Ott maradsz? Ügyes. Egy ugrás, két ugrás, oké. Az még úgy trükkösebb viszonylag, és át tudok jönni alatta? Igen, éppen hogy csak. Várjunk csak, hát én itt kapok egy stopper órát is. Az előbb nem néztem, de ez így sokkal egyszerűbb lesz, figyeljetek csak. Megpróbálom ezzel. Bár nem jó érzés, hogy lecsalom szóval. Az a baj, ha egyszer is elrontom, akkor ugye másodjára nem próbálhatom újra a stopperrel. Na így kéne ezt. Oké. Még egy rossz dolog egyébként. Hogyha a lépcsőkön akartok másodlagos fegyvereket használni, akkor az néha problémás. Itt megnézem, hogy van-e valami. Aha, itt van a csirke. Nem tudom, hogy streamben miért nem jelent meg. Jó, fönn vagyok a lépcsőn. Nem találnak el a madarak se. Jó. Nem kéne leesni mondjuk. Elég vicces, amikor először Castlevania-ztam, akkor ezen a részen estem le és kaptam egy game overt. Úgyhogy itt már tényleg csak lépcsőzni kell. Igen, lépcsőzni úgy kell, hogy még azelőtt nyomjátok meg a felfele gombot. Mielőtt már nagyon a közelébe lennétek, és akkor nem estek le. Na, itt is van a hold. Érezni már, hogy ez a játék vége itt. Mennyire csaljam le az utolsó boszt? Ez a kérdés. Tudjátok mit, először is direkt kapok egy game overt, hogy max élettel próbálhassam. És aztán szerintem a keresztet fogom használni, mert a szentelt víz az nagyon rossz. Szóval a szentelt vízzel megint csak annyi lenne a dolgotok, hogy spameljétek. A kereszt az nagyobb kihívás azért. Fölvehetem még? Oké. Ezt eltalálom. Jó. Triplázót szerintem már nem fogok fölvenni, csak egy duplázót. Vagy vegyek föl egy triplázót? Úgy látványosabb lenne vajon a harc? Hoppászt. Nem így akartam használni? Hát lehet, hogy jobb lesz az úgy, igen. Végülis most azt fogom megmutatni, hogy hogy kell egyszerűen vinni. És így a legjobb talán.
legalább egy kevés plusz szívet is lehet így szerezni. Drakulának milyen fejlett technológiája van egyébként? Regenerálódó gyertyák. Ott is van. És szerintem elég lesz ez a 20 szív. Megmutatom, hogy ott lesz valahol a szentelt víz. Igen, hogyha akarjátok, akkor használhatjátok azt is. Egyébként itt az a feladatotok, hogy amint kitárja a köpenyét, jaj, elkezd ilyen tüzeket dobálni rátok, és akkor van pont időtök ugrani egyet és a fejét eltalálni, mert igen, csak a fejét sebezhetitek. Hogyha túl korán ugratok, akkor fölfele fog célozni a tüzeivel, szóval az úgy nem működik. Igazából a legnagyobb veszély az az, hogy rátok teleportál pont, vagy pont elétek, így, jaj, most legalább nem sebződtem. Lehet, hogy ez így már nem lesz meg, de nem probléma. Hogyha nagyon gyorsak vagytok, akkor lehet, hogy kétszer is eltalálhatjátok a fejét. De az szerintem túl kockázatos, nem ajánlanám. Inkább csak így szépen, türelmesen, jól időzített ugrásokat csináljatok. Úgy. És pont nem sikerült. De lesz egyébként még egy második alakja is, szóval nem probléma. És a második alakjának is, ha jól tudom, akkor csak a fejét lehet sebezni. Ha jól tudom. Á, megpróbálom azért csak ostorral így. Úgy is el tudjátok képzelni, hogy milyen az, amikor keresztek szádosnak egy szobában, ugye? Tetszik amúgy, hogy először csak a koporsót látjuk, és hogy ki van nyilva. Mondjuk, hogy hol lehet Drakula akkor, de már mögén került. Inkább most egy kicsit hagyom a kommentárt és odafigyelek, mert néha, igen, néha eléggé gyorsan kell reagálni arra, hogy megjelenik. Nem a kedvenc boss harcom, de nagyon nehéznek sem mondanám. Hogyha csak ostort használtok, akkor a halál a legnehezebb, messze a legnehezebb. Úgy. Most. És ennyi élettel ére tényleg a második fázisára, akkor sokkal egyszerűbb lesz, igen, így elrepül a feje, és sebezhetjük. Hogyha a földön elkezdi kitárni a szárnyait, akkor az azt jelenti, hogy tüzeket fog rátok lőni. És én megpróbálok most így átslisszanni alatta, nagyon szuper. Amikor tüzeket lő, akkor időzítsetek jól és kiüthetitek őket. Jaj! Nem baj, jó lesz az. Meg is van! Ennyi. Látjátok. Még csak duplázó se kell hozzá nagyon. Hogyha sarokba szorít titeket, akkor az még nehéz lehet nagyon. De hogyha legugoltok pontosan előtte, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy nagy ugrást csinál. Szóval akkor viszonylag könnyen át lehet jutni alatta. És újra lesz helyetek. És igen, a stábban itt nem adják meg a készítőket név szerint, hanem így helyesírási hibákkal, vagy direkt elírva mondják, hogy például a halált
Lugosi Béla játszotta. És nem tudom, hogy azért változtattak a neveiken, például Boris Karloffból Boris Karloff is lett. Nem tudom, hogy azért változtattak-e így, mert... úgymond copyrightosak ezek a nevek, vagy valami, de... Az is lehet, hogy viccesnek tartották, ki tudja. Itt egyébként a főhőst is Belmond helyett Simon Belmondónak írják. De ennyi is lett volna ez a videó, egy 3/4 óra alatt kész van. Ilyenkor újra kezdődik a játék, most nem fogom kivinni. De az a lényeg, hogy így az változik, hogy néhány nyugisabb helyen is elkezdenek már korábbi pályákon repkedni a medúzafejek, illetve még plusz denevérek néhol. És a titkos helyek más... mármint más helyeken is lesznek titkos helyek, na. De ez már szerintem nem fontos. Kb. Senki se játsza amúgy a loopot. És ha jól tudom, akkor ez az egyetlen loopja a Castlevaniának. A kontrát, hogyha 5-ször végig játszátok, akkor még... Még a 6. végigjátszás is, ha jól tudom, egy kicsit nehezebb lesz. Bár sok változást én nem fedeztem föl benne. Castlevaniában csak egy nehezítés van, de... Így egymás után akárhányszor végigvihetitek. De szerintem ez egy bemutatónak így most bőven elég volt. Szuper játék, korai Nintendo kiadáshoz képest jó grafika, jó zene, egy csomó egyedi ellenfél, meg fő ellenfél, és úgy a hangulat is a helyén van. Na de... Mára szerintem ennyi elég, remélem, hogy tetszett a végigjátszás, következőig, sziasztok!